ami a két csapat összeállítását illeti, tehát a teljes balszán kicserélésre került. Tomás Márk kimaradt, Polgár átment jobb hátvédből bal hátvédbe, előtte pedig nem Hassani játszik, aki a cserepadon kap helyet, hanem Juhárnak és Sestakovnak kell azt a területet bejátszania, amit esetleg az újpestiek a szélső hátvédeik előretörésével. Itt pedig tehát az újpestiek összeállítása, valóban Bjarnason és Kostának vírusfertőzése, illetve Bjarnasonnak és Mészárosnak vírusfertőzése, Kostának bokasérülése ad arra okot, hogy csak a padon üljenek. Egyébként hiányos az Újpest padja, egyszerűen nem tudhat felnőtt mezőnyjátékos leülni az újpesti kispadra. Győztes gólt szerzett a Honvéd ellen, jön a szöglet. És a fejes, Adukor fejese megy fölé. Játszott Svédországban, az első osztályban, Portugáliában, Franciaországban. De milyen lövés? Jó lövés. De a kapus is odaért. A sorfal fölött tekeredik majd el a labda, és abban a sarokban állt, oda várta már a labdát, mikor az megérkezett. Átmeneti zavar, Rosser. Rosser messziről, szép lövés volt. Veszedelmesen csapódott le a labda, picit talán szitált is. Most nem egy szabadrugást, hanem egy távoli átlövést kellett hárítania, ezzel jobban meggyűlt a baja. Minden lehet látni, olyan szépen csapódik kifelé a labda, de ott a kapus. Šanković, Onovo. Ez is jó még, Balázs alapvonalig mehet. Balázs laposan középre, Danilovicsról jön ki, gól! Megszerzi a vezetést az Újpest, Zsótér érkezett a hosszú oldalon. A 14. percben megpattant kétszer is a labda, Danilovics nagy bravúrral valahogy a testét beledobta, de érkezett Zsótér, és bekotorja az újpestiek vezetőgólját. A játék itt Balázs szépen elhúzza, beteszi, itt egyszer, itt másodszor megpattan, és Danilovics kezéről, testéről levágódik. Zsótér viszont érkezik a hosszú oldalon, és elég, hogy a kapu irányába lője, hiszen a kapus nem azon az oldalon van. Polgárt és Danilovicsot is megelőzve Zsótér vezetést szerez az Újpestnek. Tajti jól veszi át, ez is jó lett volna. Prosser, Litauszki kotorja haza, és ez most úgy minősíti a játékvezető, hogy szándékosan adta haza Litauszki a labdát, Pajovic felvette, közvetett szabadrugás lesz. Szabadrugás közvetett, 38. perc, és gól! Kiegyenlít a DVTK, előírás szerűen Tajti a léc alá, 1-1. Játékvezetői szakvéleményeket is igénybe kell venni, hogy jogos volt-e. Tajti minden esetre megemeli, már nem kell nagy erővel lőni, mert nagyon közel a kapu, csak ne akadjon el az emberekben, nem akad el. Pajovics majdnem bele tudott repülni, de nem. Milyen állapotban vannak, mennyit bírnak, vagy bírnának. Vobodó. Vobodó teker, gyönyörű gól! 48. perc, újra vezet az Újpest egy csodálatos lövéssel. Itt visszakapja a labdát, és ez még éles pozíció, nagyon éles szög, bejjebb jön. És káprázatosan elrúgja. Innen lehet majd jól látni. Fölnéz, fölsandít, és belső csüddel becsavarja. Tanítani valóan. Ez valamennyi bajnokságban a világon forduló 5 legszebb gólja között. Hát így meg, hogy csak 2 meccset játszottak le eddig. Eddig ez a legszebb. Tajti, és bent középül ott van Prosser. Tajti itt középre, Prosser! Ez gólt ígérő támadás volt, egy elég satnya befejezéssel, nem volt les, és a labda mögül érkezik Prosser, ezt csak be kellett volna rúgni. Ez meg az a kép, amikor véget ér a mérkőzés. A Diósgyőr a Honvéd legyőzése után az Újpesttel nem tudott elbánni, az Újpest pedig kijavította a Puskás Akadémia ellen elszenvedett
hazai vereséget egy idegenbeli 2-1-es győzelemmel. Mind a kétszer a lila-fehérek vezettek. Tajti még közvetett szabadrugásból ki tudta Zsótér gólját egyenlíteni, de aztán jött a kényszer center, és óriási gólt lőtt Obinna Vobodó. Ezt követően igazából egyetlen egy gólhelyzete volt a Diósgyőrnek.